Halihó mindenkinek, ebben a videóban 5 kulisszatitkot fogok mutatni az Ez vagyok én kisfilmünkről, amit ha még esetleg nem láttál, akkor a kártyák között megtalálod. Ez vagyok én. Ez vagyok én. Peti. Peti, jó, mondjuk. Talán joggal mondhatom, hogy ez a kisfilm a közönség kedvenc, ugyanis ez a legnézettebb kisfilmünk, sőt konkrétan a YouTube csatornámon a legnézettebb 10 videó között is benne van, úgyhogy azt gondolom, hogy ez tényleg telibe talált. Korábban volt egy kérdezfelelek videó, amit a Gergővel csináltunk, ezt megtalálod egyébként a kártyák között is, ha esetleg még több dologra vagy kíváncsi, ott biztos kiderül. Szerintem jó érzés volt eljátszani azt, hogy meleg vagyok. Nem lennék meleg, de jó érzés volt eljátszani. Hajolj már vissza! Belemelegettem. Az első kulissza titok, ami nem más, mint hogy képzeljétek el, hogy itt találkozott legesleg először a csapat. Sehol előtte se... Hát nyilván én már ismertem pár embert előtte, de hogy úgy igazán a Krufflix, mint olyan, sehol előtte nem találkozott. Sőt, ilyenkor még nem is Krufflix voltunk, hanem csak pár ismerős, illetve pár arc, aki összeállt arra, hogy gyártson valamit, elkezdjen valami újat. Lényegében ez a kisfilm alapozta meg azt, hogy létrejöjjön, megalapuljon a Krufflix. De... Nem... Szana, tűnj már innen, miért nem vagy ki! Jó, várj még egy kicsit. Jó. A második kulissza titok, ami valószínűleg nektek nem is tűnik föl, de hogy gyakorlatilag olyan repülőgép forgalom volt ott a környéken, hogy nagyon sokszor le kellett állni. Állj meg a... Repülő. De bangos repülő. De miért nem intézted, hogy nagyon jó repülő? 3-4 percenként úgy jött egy repülő, és pont emiatt az egész felvételünkbe hát olyan mértékűen beleszólt, hogy újra kellett kezdenünk, illetve hát sokszor hangosabb volt a repülő, mint amit hallottál a szereplőkből. Így nagyon sokszor meg kellett állnunk, amikor kültéren forgattunk, már pedig az egész környéken ott forgattuk szinte a kisfilmet. Te fogsz elmenni? Igen, te mész el, én fogok ülni. És nyilván nagyon nehéz összerakni azt, amikor a szereplő elrontja, amikor jön egy repülő, amikor jön egy ember, jön egy autó, ami beledudál vagy beledurrog, jön egy galamb, veréb, bármi. Nem azt mondtam, hogy nem megyek, hanem azt, hogy nem tudom, hogy megyek-e. Anyád, na jó, ez majdnem ugyanaz. Mi, ez most mi volt? Beleröfögött egy kecske. A harmadik kulissza titok pedig nem más, mint hogy a zsombi is benne lett volna már egészen az első kisfilmben is. Sőt, el is jött forgatni, és fel is vettük a jelenetét, viszont olyan interferencia volt a felvételeken, amikor visszanéztem, visszahallgattam, hogy gyakorlatilag nem tudtam beletenni, mert olyan szinten elrontotta a minőségét a hangnak, hogy az gyakorlatilag ott elvágta magát, és emiatt sajnos ezek a jelenetek nem tudtak szerepelni benne. Arra lennék kíváncsi, hogy hogyan jöttél rá arra, hogy te más vagy, mint a többi ember, és hogyan vállaltad ezt fel? Ha miért kérdezed ezt? Csak érdekel. Hát, szerintem mindenki érzi magában ezzel, hogy hogy van. Ennek vége, megjött a repülő. Vajon. És hiába hallgattuk ott élőben vissza, tehát hiába hallottuk, amit beszélnek, egyszerűen ott nem hallottuk ezt az interferenciát, ami gyakorlatilag tönkrevágta a felvételt, úgyhogy ezek a felvételek sajnos kerültek ki a kukába. Ugye ezek miatt a kiesések miatt, amik voltak ilyen jelenetek a zsombival, nagyon sok minden jó értékes mondani való veszett el egyébként sajnos a kisfilmben. Akkor én elmondtam a barátaimnak, ismerőseimnek, először én is cikinek éreztem, de aztán rájöttem, hogy ezzel nincs semmi baj, és elfogadtam magam. Ha nem fogad el magad, más se fog. Köszönöm, hogy így mennyire találítom és segítesz ezekben a dolgokban. De ugye emiatt borult a sorrend, tehát amit felállítottam forgatókönyvet és jelenet listát, az gyakorlatilag úgy kellett elpakolni, hogy többi jelenetnek ki kellett sajnos maradnia belőle, mert egyszerűen nem tudott úgy összeállni a kisfilm sorrendileg, nem adott értelmet az, hogy egyik pillanatban itt vannak, utána hirtelen elmennek oda, és utána megint ők jönnek, úgyhogy gyakorlatilag jó pár jelenet kiesett emiatt, ilyen például, mint amit a stáblistánál láthattok, hogy a Misi ellöki a Gergőt. Szóval de ezt már rossz helyen találkoztatok. Szegény Gergő már darabokban. Mindjárt még egyre. Azt a
Az ötödik és egyben utolsó kulisszatitok nem más, mint hogy több mint fél évig kerestem a megfelelő szereplőt erre a kisfilmre. Egyrészt azért, mert nagyon sok embert megkérdeztem, hogy vállalná ezt a szerepet, és nagyon sokan leráztak azzal, hogy ez olyan... hát egy olyan kellemetlen helyzetbe hozná őt, hogy egyáltalán nem szeretné ezt a szerepet vállalni, és hogy neki ez sok, ő ezt nem tudná megfelelően teljesíteni, tehát nagyon sok, de azt úgy értsétek, hogy ez körülbelül 30-40, vagy talán még 50 emberrel is eljátszottam, hogy így rájuk írogattam, és próbáltam érdeklődni az iránt, hogy bevállalnának egy ilyen szerepet, illetve hát mennyire hozzájuk közel ez a téma. Akkor úgy... Ott is olyan... Tedd oda! Csak most borítókép miatt. Tedd oda! Azaz! Jó, picit lejjebb tedd a kezed. Hiába is tudtam azt, hogy mit szeretnék megvalósítani, egészen addig, ameddig nem voltak szereplők, nem írtam forgatókönyvet. És tudom, hogy ez egy picit máshogy működik mondjuk a nagy filmiparban, de nálam inkább úgy működik, hogy ha megvannak a pontos szereplők, akkor megírom a forgatókönyvet, és rájuk írom a szerepet. Számomra az nem sok értelmet nyer, hogy megírok egy forgatókönyvet, beleírok 18 szereplőt, 36 millió helyszínt, és utána loholhatok mindenki után, hogy nem tudom, vállalja azt a szerepet, nem vállalja, ha igen, miért vállalja, miért nem vállalja, tehát hogy nagyon sok plusz munka lenne, viszont amikor már megvannak a pontos szereplők, megnézzük, hogy mik az adott helyszínek lehetőségben, és akkor onnantól fogva kezd összeépülni a kisfilm. De érted, nekem soha nem jön össze egyetlen egy normális kapcsolat se. Jó. De ilyenkor mondjad, hogy akármennyire is próbálok, nem tudom megszeretni. Ez kurva. Tudom, de ez a szerep, nem tudom mit csinálni. Így gyámog a fülembe. Várjál, van egy ötletem, miért csináljuk azt, hogy nézd, az le van húzva, fölhúzott, hogy vajon hol lehet. És akkor te is mondod, vajon hol lehet? És akkor te is mondod, hogy de hát ez az, hogy hol lehet az igaz szerelem. És akkor te meg fölhúzod, itt keresed, hogy itt van-e. És akkor utána... Az igaz szerelem? Ja, itt van a szemem előtt. Vagy itt van a szemed előtt. Vagy valami ilyesmi. Itt van a szemed előtt. Hol ja, lehet? Tényleg. Az igaz szerelem. Nézd meg, itt van a szemed előtt. És... ja, tényleg! Kösz, itt a kecsem. Amúgy tényleg nehéz betartani ezt, hogy csak öt dolgot mondjak kulisszatitkot, mert hogy nagyon sok emlékem van, és nagyon sok jó emlékem van, és nagyon sok olyan dologról, amit ti nem láthattok, nem tudhattok, így a kisfilm kapcsán. Úgyhogy hozok nektek még egyet, most mondok egyet, ami nem más, mint hogy nagyon sokan kérdeztétek, hogy a Gergő tényleg mesztelen volt, amikor felvettük ezeket a fürdős jeleneteket, és hát a hölgyek örömére az a válasz, hogy igen, abszolút, és ez volt, az volt benne talán a legviccesebb, hogy 15-ször rohangált ide a Gergő. Nagyon sok olyan titok van, amit tök szívesen elmondanék, csak hát nem férne bele talán egy fél órás videóba se. A kérdés, ami titeket szerintem nagyon foglalkoztat, hogy lesz-e Ez vagyok én 2? Igazából hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem gondolkodtunk el rajta, viszont arra nagyon kíváncsiak lennénk, hogy ti szeretnétek-e, hogy legyen Ez vagyok én 2. Szóval, ha mondjuk eljutottál idáig a videóban, és úgy gondolod, hogy jó lenne egy Ez vagyok én 2, akkor nyomj erre a videóra egy lájkot, ezzel megmutatva azt, hogy te szeretnéd, hogy legyen Ez vagyok én 2. És hát kommentben mondjuk pedig azt is várjuk, hogy esetleg milyen folytatást tudsz elképzelni, vagy milyen hogyha kommentben megírod nekünk azt, hogy te hogy képzeled el a folytatást, illetve ha esetleg egy másik történet lenne, fiúval, lányjal, akkor az miként nézne ki. Nekünk van egy folytatás a fejünkben, amit igazából már így nagyjából beszéltünk a csapattal, nem nyilván még semmi nem eldöntött, hogy mikor lesz, hogyan lesz, illetve kik lesznek a szereplők, úgyhogy mi nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy ti mit gondoltok, hogy szeretnétek-e, illetve ha szeretnétek, akkor milyen formában. Ez a videó most ennyi lett volna, remélem tetszettek ezek a kulisszatitkok, és szeretnétek, akkor a kitagadva a kisfilmről is hozok pár titkot, illetve iratkozzatok fel, és nyomjátok meg a harangombot, és a minden értesítést kapcsoljátok be, különben lemaradtok a videókról, mert sajnos ilyen a YouTube algoritmus. Engem és a Crewflix-et is megtaláljátok Instagramon, illetve TikTokon, a Crewflix néven, illetve Szabiesz néven, úgyhogy remélem, hogy ott is találkozunk, jók legyetek, sziasztok, érezzétek jól magatokat, és vigyázzatok magatokra most így a vírus miatt. Sziasztok! Nem győzhetek, magam ellen nem győzhetek. Nem győzhetek, magam ellen nem győzhetek.